Szolnokon a Törteli utcában lévő romos családi házhoz három járművel vonultak ki a tűzoltók. A 60 négyzetméteres egyszintes családi ház teljes terjedelmében égett. Az épület tetőszerkezete is lángolt, sőt be is omlott. Hogy hazajöttem a munkából, hívtak gyorsan, mert felgyűlötte a szomszédok a háza, és feleségem hívott fel, hogy meghalt a szomszédom, felgyulladt. Az, hogy most pontosabban mi történt, én szerintem az történt, hogy cigizett vagy valami, nem tudom pontosabban így elmondani. Én gyorsan hazaszaladtam a munkából, és égett az enyém is, majdnem égett a szomszédé is, az leégett sajnos. A ház udvarán felhalmozott lomok 300 négyzetméteren égtek. A tűz még a szomszédtelkel lévő 5 négyzetméteres tűzifa tárolóra is átterjedt. A tűzkeletkezési okának feltárása érdekében a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárást indított. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet az eset kapcsán, hogy a lakástüzek 10%-a összefüggésbe hozható a házban vagy a kertben felhalmozott szeméttel. Az épületben és környékén lévő hulladék nem csak a tűz keletkezésének veszélyét növeli, hanem a menekülés lehetőségét is rontja. Otthonunk tisztántartása tűzvédelmi szempontból is fontos.